Jó reggelt kívánok mindenkinek! Március 28-án Izmozben. Ezt mondja, hogy felhőség van. Azt mondom, hogy 10 fok körül van talán. A hideg nincs. Melese. Valószínűleg hóbusztelítés lesz ma. Megint, de hát az is rá van kérdés, hogy arra fordják, mert akkor dombot raktam oda, hogy már nem féljen a föld. Na majd lesz valami. Jól van. Csak nem szabadulok ettől a Bobcat-től. Időként rá kell jönni minden másféle gépre, de aztán csak megtalál már jön a Bobcat. Ragaszkodik ezt hozzám. Na mindegy. Jó géppel a hülye is tud dolgozni. Jó géppel a hülye is tud dolgozni. Ebből a művészet. Szart géppel. Na mindegy. Azért. 38 év a kocsmában nem hazudik. Na. Taliska rakás van. Hát megpróbálom úgy rakni, hogy mindig az egyik felébe csak. Mert ez a nagy tonál nagy ehhez. Így aztán így rakjuk. Thank you.
És akkor ezekre az emberekre mondják, hogy lusták meg, cigányok meg, indiaiak meg, ilyenek meg, olyanok meg, amolyanok. Hát meg lehet nézni. Meg lehet nézni. Tudóak, segítőkészek. Múltkor mentem tarkolni a tartályhoz, és úgy volt rakva, egy kerítés volt az út meg a tarkoló tartály között, egy ilyen magas kerítés. Át kellett rajta tenni a csövet, hát csak két ember tudott, egy tartott a csövet a gépbe, akkor egy meg pumpált az üzemanyagot. Odaírtam az egyik indiait, sziget, hogy segítsen, mondom, tartsd a csövet, majd én pumpálom. Nem azt mondja, majd ő pumpálja, és én tartsam a csövet. Igen. Én még ezek között egyetlen egyben nem csalódtam. Nagyon szeretek velük dolgozni egyébként. Hozzáteszem, hogy Magyarországon az építőiparban én rengeteg cigánnyal dolgozom, mert ha valaki dolgozott cigánnyal sokat, akkor én igen. Nyilván az építőiparban rengeteg volt Magyarországon. Az volt a legnagyobb munkaerő piacuk az alulképzett embereknek az építőipar. Nekem soha nem volt probléma. Kiváló cigány brigádokkal dolgoztam, soha nem volt velük problémám. Soha. Az egy dolog, hogy amikor hazamentem, akkor a feleknél csarkára az őrföldöt fel kellett állítani, gépuskafészekkel, homozsákokkal, akkadeszkökkel, dupla kerítés járőröző pitbullokkal és aknamező a telek körül. Az egy dolog. Az egy dolog. De munkahelyen én nekem cigányokkal problémám nem volt. Mint ahogy itt sem, sok román cigány van egyébként az építőiparban, gépkezelők is például. Cigányok közül nagyon sok kiváló gépkezelők kerül ki. Thank you.